2015. június végén az Észak-Bácskai körzetben 14.450 munkanélkülit tartottak számon. Szabadkán 9.462 munkanélküli van nyilvántartásba véve, ami 1.750-nel kevesebb, mint az elmúlt év megegyező időszakában. A könnyebb munkaszerzéshez hozzájárul a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fiataloknak szóló szakmai gyakorlatszerző programja is. Fiataloknál a munkatapasztalathiány okozhat gondot a munkakeresésben, ezért nálunk vannak ezek a szakmai gyakorlatprogramok, amivel tudjuk segíteni a fiatalokat, hogy a saját szakmájukban tapasztalatot szerezzenek, és könnyebben helyezkedjenek el. Ez a program keretén ők volontőr munkát végeznek, viszont a munkaközvetítőtől támogatást kapnak. Csak a szerencsésebbeknek sikerül pár hónap várakozás után munkába állni. 16%-uk 1-2 évet vár, és van olyan is, aki több éve van jelen a munkanélküli nyilvántartásban. A Helmutban dolgoztam 25 évet, a 6 éve már itt vagyok a Season, nem kaptam munkát, mert idős vagyok. Az állástalanok 45%-a általános iskolai végzettséggel, vagy még azzal sem rendelkezik. A munkanélküliek legnagyobb hányada negyedik fokozattal tudna munkába állni. Azok vannak előnyben, akik gépészetet, elektrotechnikát vagy egészségügyi középiskolát fejeztek.